Foci csapatunk a hétvégén itthon játszotta a tavaszi szezon soron következő mérkőzését, ahol az ellenfél az újszászi együttes volt. A TVS-e egyetlen góllal szerezte meg a 3 pontot. Mondják, az a jó csapat, amelyik gyengébb játékkal is be tudja gyűjteni a 3 bajnoki pontot. Ez most ilyenre sikeredett a tiszafürediek számára. Gyenge játék mellett jó csapatot győztek le az újszászi legénységet 1-0 arányban. Futós jobbára fiatal ellenfél volt a vendég, újszász gárdája. Érdekesség, hogy 19 fordulóban 12 gólt szereztek eddig, 23 gólt kaptak és a 10. helyen várták a füredi mérkőzést. Bizonyára, ha így játszanak a továbbiakban, előrébb végeznek a bajnoki tabellán. Újhelyi Tamás fiatal játékvezető vezényelte a találkozót. 9-10 emberrel védekezett a vendégcsapat, nehezen jutottak előre, de a kapu előtt erőtlenek, eredménytelennek tűntek. Támadott a Tiszafüred, de a gólok nem jöttek. Az egyetlen 31. percben szerzett gól viszont parádésra sikeredett, ahogyan tanítják. Pelles szögletéből Pataki Viktor felugorva fejjel bólintott a bal felső sarokba, ezzel lett 1-0. Ulvicki, Nagy, Gácsi, Német, Kovács, Seruca, Vadász, Pelles, Bozsó, Dorcsák és Pataki kezdő 11 mellett Torma, Kontra, Prázmári is szóhoz jutott csereként. A Dorcsák legénységnek nehéz időszaka következik, 4 idegenbeli mérkőzés egymás után, és ezeket mind a jelenlegi tabella illovasai ellen kell megvívniuk. Többre lesz szükség, főleg az előrejátékban, és néhány egyéni teljesítmény javulására a csapatban, ha élen akarnak végezni júniusra.